Február 26-án folytatódott a hagyományos ételosztási akció a 17. kerületben. Az esemény megvalósulását Rákosmente önkormányzata, a Rákosmenti Adományház Egyesület, valamint a Magyar Vöröskereszt mellett ezúttal helyi vállalkozók, a Sosi Pizza és Burger, a Zsira Festék szaküzlet, az Európarkett áruház és a Pályavendéglő segítették, akik az ételek előállításának költségeit is finanszírozták. Az egyes adagok kiporciózásában ez alkalommal Dunay Mónika országgyűlési képviselő, valamint Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, a kezdeményezés főkoordinátora segítkezett. Budapest leghosszabb ideig tartó ételosztási akciójának keretében az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett 250 adag karbonára spagettivel várták a szervezők a rászorulókat Rákosmentén. A karitatív eseményen ezúttal Dunay Mónika országgyűlési képviselő segítkezett. Mint elmondta, ez a kezdeményezés a teljes körű összefogásról szól, amely a segítségnyújtás egyik legfontosabb tényezője. Az állandó szervező az az adományház, az önkormányzat támogatásával, és mindig csatlakoznak olyan szervezetek, akik fontosnak tartják azt, hogy gondoskodjunk másokról is. Ezért itt a november közepétől egészen március közepéig tartó időszakban partnerként csatlakozott hozzánk jó néhány iskola, intézmény, civil szervezetek, a Vöröskereszt állandóan minden alkalommal itt van, egyházi intézmények. Február 26-án helyi vállalkozók finanszírozták azon ételadagok előállítási költségeit, amelyek kiosztásra kerültek az előre csomagolt dobozokban. A képviselőasszony kiemelte, hogy még nagyobb létjogosultsághoz jut, és még jelentősebb szerepet kap a koronavírus járvány idején az akció. Emellett pedig nem csak ebben a szezonban, hanem sok-sok éve biztos támpontot jelent a rászorulók számára. Fokozottan kell figyelni most mindenre, ezért az idei segítségnyújtás is a biztonság jegyében zajlott a távolság betartásával, de azt gondolom, hogy a segítségnyújtás formáit nem szabad az idén sem abba hagyni, és a tavalyi évben, az elmúlt egy évben sem lehetett abba hagyni, és nem is hagytuk abba, úgyhogy azt gondolom, hogy azt láthatja minden rákosmenti, hogy ránk számíthatnak télen-nyáron, bajban, jóban. Remélem, hogy most már csak jó fog következni. A november óta tartó esemény során eddig összesen több mint 2000 adag étel fogadta a nélkülözőket, akiket még két alkalommal, március 5-én és 12-én várnak a szervezők a Városháza melletti területen.